A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Vendégem Zemlényi Katica, Vox Mirabilis kamarakórus karnagya. Tisztelettel köszöntelek. Köszönöm szépen a meghívást. Ez egy fontos időszak mindenképpen, hiszen én, ha megnézzük azt az elmúlt időszakot, akkor elmondhatjuk, hogy a Vox Mirabilis tarolt. Tehát fantasztikus sikereket értetek el, és most jön egy olyan időszak, amikor ismét gyönyörködhetünk abban a hangzásban, ami egyedi és a tiétek mindenképpen. És hát van múlt időnk is, hiszen április 27-én Pécset jártatok. Erről is kell, hogy beszéljünk, és nyilván a következő időszak, hiszen ahogy megnézem azt a listát, amelyet átküldtél nekem, akkor azt látjuk, hogy fantasztikus dolgok történnek a következő időszakban, de akkor inkább látogassunk el Pécsre először. Nagy öröm volt ez a pécsi meghívás nekünk, hiszen a Liszt Ferenc koncertteremben még sosem jártunk, és két nagyon-nagyon jó kórussal együtt sikerült egy nagyon szép koncertet adni. A Mecsek kórus volt, és a Pannon Tudomány Egyetem női kara volt. Ez két nagyon, nagyon híres és nagyon jó nevű kórus. Ráadásul ez azért volt különleges koncert, mert magyar kortárs művek hangzottak el, és ősbemutatók is voltak. És annyira jó volt, hogy ez a három kórus, ez olyan egy húron pendült, mondhatni így, hogy mindegyik karnagy vezényelt egy-egy közös művet, és tényleg csak egyszer kellett elvezényelni a próbán, és minden működött. Balatoni Sándor, aki meghívott minket, ugye ő már több kórusművet is írt nekünk, az egyikkel külön díjasok is lettünk, úgyhogy nekünk nagyon jó kapcsolatunk van vele, nagyon örültünk ennek. Ez nagyon fontos történt, hiszen esztendőről esztendőre arról beszélgetünk, hogy jószerivel mindig szintet léptek. Illetve tartjátok azt a kiemelten magas színvonalat, amelyet a Vox Mirabilis kamarakórus képvisel. De ehhez viszont nagyon is kellene, ezek ünnepek, viszont ehhez kellenek hétköznapok is. Nagyon is kellenek hétköznapok, és nagyon-nagyon komoly munka folyik a hétköznapokban, hiszen több kórusművet most kotta nélkül énekeltünk, és azért a kortárs magyar kórusműveket megtanulni kotta nélkül, azért az komoly. Az nagyon komoly, tehát azok a harmóniák, nem azok a klasszikus harmóniák, amiket megszoktunk egy romantikus vagy egy régi zene harmóniából, hanem teljesen mások, mások a ritmusok, váltakozó ritmusok vannak, és nagyon különleges szövegek, például énekeltünk egy Lackfi versre íródott Madáretetőt is, ami nagyon nehéz kórusmű, de borzasztóan élvezzük, és ez a munka, ez azt hiszem, hogy ez mindenkit egy kicsit spanol arra, hogy majd a koncerten megmutatjuk, mit tudunk. Ez egyébként én magam is megtapasztaltam, hiszen most volt az Ötvös Péter emlékhangverseny, és ugye ott voltunk együtt, hogy a zenekar néhány tagja ugyanezt mondta, hogy a kortárs zeneművek, teljesen mindegy, hogy kortárs klasszikus vagy sem, olyan szinten különböznek az egykori klasszikusoktól, hogy bizony a próba folyamatot nagyon komolyan kell venni már. Olyannyira, hogy én annyira, de annyira örülök, hogy gyakorlatilag Fehérváron korábban csak mi képviseltük ezt a kortárs zenét. És akkor, amikor 4 évvel ezelőtt megjelent Ruf Tamás Dobszai Péterrel és Dobri Dániellel, és én azért is támogattam őket, mert nekik ez volt az egyik fontos szegmense a zenekar életében, hogy a kortárs zenét is megmutatni. Nagyon érdekes és nagyon izgalmas, és Dobri Danival készülünk majd a későbbiekben is, hogy közöset csináljunk, mint ahogy tavaly is bemutattuk az egyik művét zenekarral. Nagyon élveztük. Igen, hát Dani szárnyal most ugye az Egyesült Államokban a díja, amiről már kedves nézőinknek beszéltünk.
No, viszont szárnyal a Vox Mirabilis, hiszen, de ez kell is, hiszen május 11-én Szent István Városa címmel az 5. nemzetközi kórus találkozó, ami mindig megerősítést jelent a kórusbarátoknak, én azt mondom, tehát az idén is 8 kórus lesz, de az egy nagy ünnep. Nagyon nagy ünnep, és mindig meghívom a fehérvári kórusokat, és a fehérvári kórusok nagy része mindig igent mond, aki éppen ráér az Alba Régia, Vegyeskar, a Primavera kórus, vagy akár a Ciszter gimnázium kórusa, és ez nagyon nagy öröm számomra, de hát a siófoki kórus lesz, Budakalászról lesz egy kórus, és hát határon túlról is, Ipolyságról is a Musica Aurea, valamint Adonyból is a női kar itt lesz, úgyhogy én nagyon örülök, mert 8 kórussal kórus találkozót tartani, nagyon sok ember, de nagyon örülnek, lesznek közös művek is, és ráadásul minősülés is lesz, ami még izgalmasabbá, még egy kicsit feszültebbé is teszi a helyzetet, tehát azt jelenti, hogy ezek a kórusok nagyon fel fognak készülni erre a kórus találkozóra. Igen, és ennek így tartalmat kell adni. Tehát azért, ha egy kórus találkozóra látogat el a klasszikus zenebarát, akkor azért vannak elvárásai. Hogyne, és ugye lesz férfi kar, lesz női kar, lesz kamarakórus, lesz vegyes kar, lesz ifjúsági kórus, tehát gyakorlatilag megmutatjuk a kórus paletta lehetőségeit, és szerintem ettől lesz izgalmas ez a kórus találkozó. Délután 4-kor kezdünk, mert mire a 8 kórus elénekli a maga átlagosan 15 percét, addigra bizony 6 óra lesz, vagy 6:30 a közös művel, és hát utána meg kell várni még a zsűri döntését, és utána pedig ünnepelünk, és boldogok leszünk, hogy együtt tudunk énekelni. Természetesen ott leszünk, és én nagyon örülök, mert hogy így is bebizonyosodik, hogy Fehérvár, ugye azt mondjuk, hogy a művészetek városa is, hát ez valóban így van, a kórusmuzsika pedig kiemelt szerepet kap és játszik. És akkor egy nagy hír, King Singer Masterclass, tehát egy ugye a Magyar Zeneházában, és ott lesztek King Singerszel júniusban. Beszéljünk egy kicsit róluk, hiszen fél évszázada képviselik azt a színvonalat, ami azt hiszem, hogy felülmúlhatatlan, a kapellában mindenképpen, és a világ legnagyobb színpadait is bejártak. Hogy kerültetek kapcsolatban? Ez egy nagyon érdekes pályázat volt, amire be lehetett adni. Nagyon sok kórus beadta Magyarországon erre a jelentkezést, erre a masterclassra. Kellett beküldeni anyagot, kellett beküldeni leírást, hanganyagot, sőt, azt is várta a King Singers, hogy elküldjük, hogy miben szeretnénk mi javulni, tehát mi az kórushangzás, ritmika, stílusérzék, amiben mi várjuk az ő segítségüket. És hát meg kell, hogy mondjam, és hadd dicsekedjek, hogy Fehérvár igazából megint az élen jár itt ebben a programban, hiszen a 6 kórusban 2 fehérvári kórus is benne van. Az egyik a Musicolore énekegyüttes, akik szintén bekerültek. Igen, úgyhogy én nagyon boldog vagyok, és nagyon büszke vagyok erre a dologra, hogy ők is bekerültek. A másik pedig mi vagyunk. Ráadásul tőlünk a King Singers fog várni egy flashmobot. Valószínűleg nyilván tényleg nagyon utána jártak, hogy ez a 6 kórus, aki bekerült ebbe a kategóriába, aki gyakorlatilag már velük együtt fog dolgozni, hogy kik miben jók, és ugye mi a különböző formációkban, a felállásokban azért nagyon sok mindent mutattunk már a koncertjeinken. A Musicolore-ének együttes pedig azt kapta, hogy ők belekerültek abba a háromba, akikkel külön fog foglalkozni a King Singers, úgyhogy még egyszer mondom, hogy nagyon büszke vagyok rájuk is, meg magunkra is természetesen. Az, hogy a King Singers tagjai végignézik azt, hogy a Vox Mirabilis kicsoda, micsoda, milyen díjai vannak, a felvételeit, én azt gondolom, hogy már most nyertünk. Tehát ez fantasztikus, nagyon boldogok vagyunk. Így van, ez a hatalmas megerősítés, és kihívás is, hiszen azért, ha King Singersről beszélünk, akkor szó esett a technikáról, a sokoldalúságról, ahhoz, amihez kell egy olyan stílusú, szintű előadókészség, ami és zenei tudás, ami fantasztikus. Mert hogy azért tudjuk, hogy a kórusmuzsikának olyan gazdag az öröksége, amit ők tovább tudnak vinni. Ennek tükrében készültök erre? Hát nagyon külön. Készülünk. Igen, nagyon készülünk külön, mert szeretnénk tényleg egy, ugye ez a 6 együttes, ez bekerült abba
a létszámba, akik ott lehetnek ezen a masterclasson. Tehát ott ülhetnek a nézőtéren, és láthatják, hogy hogy foglalkozik egy-egy kórussal a King Singers 6 tagja, és azért hát én azt gondolom, hogy ebből olyan sokat lehet tanulni egy-egy megnyilvánulásból, hiszen az ő stílushűségük, az ő pontosságuk, az példa és mértékadó, úgyhogy eleve ott ülni velük egy helyen, egy közegben, szerintem már az is nagyon, igen, készülünk, és szeretnénk velük majd konzultálni arról, hogy jónak látják-e azt a bizonyos flashmobot, amit ott mi szeretnénk megvalósítani. Mit szólt a csapatod hozzá? Hát mondtam nekik, írtam nekik Messengeren, hogy nagyon nagy bejelenteni valóm lesz, amikor próbára jönnek. És elkezdtünk próbálni, és már 10 perc után kérdeztek, hogy na mi az? Mondtam, mindjárt. És aztán, na mi az? Mondja már, jó, most mindjárt elmondom. És gyakorlatilag egy nagy ovációban tört ki mindenki, ugyanis én nem árultam el, hogy én is beadtam erre a jelentkezést, tehát ők nem tudtak róla, és amikor ezt elárultam, akkor hát először a döbben csend volt, hogy hát, hogy mi ide bekerültünk, hogy a King Singers megnézte, hogy ki az a Vox Mirabilis, és utána a nagyon nagy boldog ováció, úgyhogy már nagyon készülünk erre a június 7-i programra, mert úgy gondolom, hogy hát azért Magyarországon bekerülni abba a 6 együttesbe, akik közvetlen közelről fogják ezt megtapasztalni, nagyon nagy dolog, és ez megerősítette őket abban, hogy érdemes dolgozni, érdemes gyakorolni, érdemes ilyen nagyon komolyan venni a kórus muzsikát. Kellenek az ilyen pillanatok. Igen, nagyon. Mint ahogy kellettek a szombati koncert pillanatai is, hogy a két fantasztikus és nagyon erős minőségű kórus mellett nagyon komoly elismerést kaptunk, és hívtak vissza Pécsre, hogy mikor megyünk legközelebb, és hogy még csináljunk valamit. Ezek nagyon kellenek. Igen, az fontos, hogy ha hívják az embert, az valóban megerősítést nyújt. Tehát amikor megérkezett Palánki Ferenc püspök atya meghívása Debrecenbe, az nyilván ugyanilyen örömet okozott. Hát hogyne? Palánki Ferenc püspök atya már nagyon régóta hív minket, hogy jó lenne egyszer majd valamikor találkozni, és most konkrétan már azzal hívott fel, hogy akkor nézzem meg a június 1-2-ai hétvégét, hiszen akkor lesz úrnapja, ugye a katolikus egyházban az egy nagyon nagy ünnep, és hogy ő hallotta, ahogy mi Eszterházy Pál Nádornak a Harmonia Celestisét énekeljük, és mivel neki az a kedvence, ő azt kéri, hogy abból is énekeljünk részleteket, de a többit ránk bízza. Úgyhogy ez egy kétnapos olyan kisebb turné lesz Debrecenben, ahol több helyen meg fogunk szólalni, de elsődlegesen a Szent Anna templomban, ahol Palánki Ferenc püspök atya regnál oda. Ott lesz a nagy koncertünk. Tehát 3 dologról beszéltünk, és ennek kapcsán eszembe jutott, hogy mindenképpen szeretném megkérdezni, hogy olyan széles a repertoárotok immáron, mert hogy nyilvánvaló, hogy Palánki Ferenc, tehát püspök atya kérését, ott teljesen mást kell énekelni. Nyilván fontos volt, hogy a Pécset szintén más dallamok szólalnak meg, és hát nyilván a King Singers is egy teljesen más. És akkor még utána beszélünk, hogy Velencei Tavi Fesztivál, hiszen a fesztiváltól, illetve a fellépéstől, a háttértől, hogy ez hol van, milyen közönség gyűlik össze is, fontos, hogy a nekik megfelelő kórusmuzsika csendüljön fel. Tehát hogy lehet ezt ilyen értelemben összerakni? Én nagyon neked, bocsánat, ez igen. Neked is nagy felelősség, igen. De a csapatodnak nem különben. Így van. Én nagyon sok időt töltök el azzal, hogy egy-egy műsort összeállítsak. És most például a legutóbbi koncertünkön lejött a közönségnek az, hogy a kezdőmű egy zengjen hálaének volt, és a befejezőmű pedig a zengjen a dal volt. Hogy én a kettő közé építettem fel ezt a programot, és igazából ugye erről nem szoktunk a konferálásban beszélni, csak a művekről, de hogy megköszönték, hogy ezzel zengjen, tehát hogy e köré épült az egész, és hogy egy kerete. Nekem nagyon fontos, nem csak az a fontos, hogy hangnemben stimmeljenek a kórusművek egymás után,
stílusban stimmeljenek, ritmikában egy picit eltérjenek, hanem az is, hogy kinek visszük, hogy hova visszük. Nyilván Pécsre egy-két nagyon jó kórushoz mi is meg akartuk mutatni azt, hogy mi kik vagyunk. Nyilván egy velencei tavi fesztiválon, amikor a biciklisek feltekernek a sukorói templomhoz, és kifulladva leülnek a padokba, akkor nekik egy olyan kórusmuzsikát kell adni majd, amitől megnyugszanak, pihennek, ugyanakkor feltöltődnek. Tehát ez így nagyon-nagyon érdekes, hogy. És akkor vannak a kívánságok, mint a palánki püspök atyának, hogy a Harmonia Celestisből is. És ez hosszú-hosszú órák és napok, mire én ezeket a műsorokat összerakom, és előfordul egyébként, hogy a kórus javasolja, hogy azt a két művet cseréljük meg. Meggondolom is van, hogy nekik adok igazat, hogy igen, akkor az most úgy jobb lesz egymás után. Tehát a gyakorlatban ez mindig kiderül. Tehát a kórusnak is van ilyen értelemben beleszólása, igen, valamelyest, és hát nyilván azért ehhez nagyon jó csapatnak kell lenni, hogy ezt mind, ha úgy tetszik, idézőbe teszem, elviseljék. De ha már szóba került a Velencei Tavi Fesztivál, ugye az júniusban van, de hát nincs olyan messze már a június, és hát Sukoró az mindig, a sukorói református templom az nagyon-nagyon fontos pillanatokat tartogat minden velencei tópartra látogatónak. Minden évben ott vagyunk, minden évben mi nyitjuk meg ezt a fesztiváli biciklis koncertet, és nekünk ez egy olyan megtisztelő, hogy akik szervezik ezt, ugye a Tavak Fesztiválja szervezői többek közt Miklósa Erika, Debreceni Érdikó és Rodi Chester ott a helyszínen, hogy minden évben visszavárnak minket, és én mindig azt mondom, hogy az, hogy valahova minket meghívnak, az egy nagyon nagy dolog, de hogy visszahívnak. Az azt jelenti, és hogy többszörösen, többször visszahívnak, az azt jelenti, hogy valamiféle megelégedettség volt, de számunkra azt jelenti, hogy akkor még többet kell nyújtani. Tavaly nyújtottunk valamit, meg tavaly előtt is, és az idén meg még többet kell nyújtani, és ezek nagyon különleges pillanatok tényleg. Igen. Tehát egy ilyen helyszínen a biciklisekkel ott lehet lubickolni a kórus muzsikában, ez nagyon jó. Mint ahogy lehet Mátrán. Ugye ugyanezekben a napokban lesz a muzsikál az erdő, hol másutt, mint Szentkúton, a Mátránál. Ez is különleges történet. Hogyne. 15 éve vagyunk a muzsikál az erdő partnerei, évről évre visszahívnak minket ők is, és Magyarország különböző helyszínein énekeltünk már, Nagyvárad mellett a Püspökkertben, Gyulán, Mátrán, Füleken, tehát nagyon-nagyon sok helyszínen, és ugye ez mind erdei vagy réti koncert, és ezek azért különlegesek, mert oda megint más műsort kell válogatni, megint egy olyat, ami szórakoztató, ugyanakkor minőségi koncert, és mi magunk is nagyon élvezzük ezeket a koncerteket. Igen, hát a mélységei kellenek mindenféle értelemben, mint annak is, hogy nagyon-nagyon fontos, ugye már Szőrmentén beszéltünk az Alba Regia Szimfonikus Zenekar átalakulásáról. Én azt gondolom, hogy nagyon jól jártunk, nemrégiben egyébként pont Bújtor Balázsral sikerült egy rövid beszélgetést csinálnom. Ő is azt hiszem, hogy teljes mértékben, mint koncertmester is elégedett lehet, de ugyanez vonatkozik, Dobri Daniról esett szó, és hát most például Balázs János itt volt, a világhírű barátunk, és azt mondta, hogy szintet lépett mindenféle értelemben a szimfonikus zenekar, és az pedig külön öröm lehet számodra, hogy a szimfonikus zenekar rendszeresen titeket választ. Tehát most például a Haydn koncerten júliusban együtt lesztek a zenekarral. Ami megint csak mondom, hogy nagy kihívás, mert a Haydn koncertre nagyon komolyan készül a zenekar is. Így van, a Harmonia Albensis záró koncertjén fogunk énekelni Haydn Schöpfung messzét, ami hát egy nagyon nagy falat, tehát hogy nagyon időben kell kezdenünk ezt tanulni és gyakorolni, hiszen ezt még Fehérváron nem adták elő soha, tehát ez egy gyakorlatilag itt most fogja a közönség hallani velünk, és az Alba Regia Szimfonikus Zenekarral, és Dobszai Péter fog dirigálni, ami nekünk azért is külön öröm, mert pontosan ebben az évben 10 éve
hogy mi rendszeresen együttműködünk Dobszai Péterrel, akit rendkívül tisztelünk, és úgy látom, hogy ő egyre inkább Magyarországon is elismert lesz, és külföldön is, tehát egy olyan fantasztikus zeneértő és ugyanakkor alázatos karmester, és olyan szépen mosolyogva próbál, tehát nagyon sok karmesterre próbáltunk már, akik dühöngtek, meg kiabáltak, és ő vele meg olyan élmény a próba, majdnem nagyobb élmény, mint maga a koncert, úgyhogy minden pillanatát ki akarjuk élvezni ennek. És hát jövőkép, nagyon messze van még augusztus közepe vége, a kórustábor, de én azt hiszem, hogy példaértékű az az út, amit elkezdtetek, hiszen a kórustábor azért egy olyan jövőképet ad a fiataloknak is, értő, segítő, gondoskodó tanárokkal, segítőkkel, ami azt hiszem, hogy igazi jövőt mutat. Igen, ez nekünk nagyon fontos ez a 3 nap, nem csak a csapatépítés szempontjából, hanem hogy együtt tudunk lenni, és tényleg mindenki tud mindenkivel végre beszélgetni, mert ugye a próbán nem lehet, a koncerten nem lehet, úgyhogy kell valami közeg, és hát ezzel készülünk fel a következő évadra. Tehát ez azért is nagyon fontos, mert ez alatt a 3 nap alatt mondhatni, hogy 2 hónapnyi kórus próbá idővel készülünk fel. Tehát, és ez azt is jelenti, hogy nekem augusztus a kórustáborra pontosan kell tudni azt, hogy a következő évadban mikor és mit fogunk énekelni, mert ez az előkészületünk rá. No, hát egy bizonyos, hogy május 11-e az már közel van, és ott fogunk találkozni, és természetesen beszámolunk róla, hogy ez a 8 kórus miként teljesített. Én azt hiszem, hogy ezt már nagyon várják a fehérvári zenebarátok is. Katica, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm a meghívást. És hajrá, Vox Mirabilis! Köszönöm. Kedves nézőink, Zemlényi Katica, Vox Mirabilis kamarakórus karnagya volt a vendégem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.